A Kenyai Egyetem ellemészáról 147 keresztény áldozatról is megemlékeztek a Szent Péter Bazilikában Krisztus kereszt halálának emlékére bemutatott nagypénteki liturgián. A humiliát szokás szerint a pápai ház szónoka Federico Cantalamessa kapucínus szerzetes mondta. Szentbeszédében a jelenkor szándékosan okozott emberi szenvedéseiből indult ki, melyek jó része tudatosan a keresztények ellen irányul. Jézus a Kálvárián nem csak egy végleges nemet mondott az erőszakra, és nem is csak igent az erőszakmentességre, hanem ennél sokkal többet hagyott ránk. Megbocsátást, szelítséget és szeretetet, továbbá mindazt az erőt, melynek jegyében és erejében mi ezt be is tölthetjük, meg is valósíthatjuk, mondta a pápai ház szónuka. A szerzetes a nemzetközi intézmények és a nyugati világban élők fellépését szorgalmazta, azokkal a pilátusokkal együtt, akik ma is mossák kezeiket.